Megnyílt a Matyó Örökségünk című, a Matyó Fesztivál hét alkalmából meghirdetett fotópályázat anyagából összeállított kiállítás június 23-án. A Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft. Matyó Örökség címmel hirdetett fotópályázatot, amelyre két hagyományaink és épített értékeink elnevezésű kategóriában és két ifjúsági és felnőtt korcsoportban várták a pályaműveket. A pályázatra 12-en küldték el munkájukat. Az ifjúsági kategóriában egy, míg a felnőtt mezőnyében 11 induló volt, akik összesen 69 fotót küldtek be, amelyek bemutatják mezőkövest épített és kulturális örökségét. A beérkezett munkákat két rajztanár, Murányi Klucsik Judit és Jacsó Balázs, valamint Molnár Zsanett, a mezőkövesdi média nonprofit Kft. munkatársa értékelte. A június 23-ai ünnepségen Molnár Zsanett nyitotta meg a tárlatot, és adta át a helyezetteknek járó oklevelet és ajándékutalványokat. Ifjúsági kategóriában a legjobb alkotásért járó oklevelet és ajándékutalvány Lázár Endrének ítélte oda az értékelő bizottság. A hagyományaink kategóriában első helyet ért el Birinyi Bán Erika, második lett Bolló Kovács Kinga, a harmadik helyet pedig Kovács Lászlónak ítélték oda. Épített kategóriában Köteles Józsefné munkájával első helyezés. Ért el. A kategória második helyzettje Lázárné Csirmaz Henriett lett, míg a harmadik helyzetnek járó jutalmat Bán Anita vehette át.